Sziasztok srácok, üdvözlök benneteket, Forza Horizon 4-ezni fogunk, és a mai videóban az itt látható Apollo Intenza emociónét fogjuk feltuningolni és kipróbálni. Remélem, hogy jól ejtettem ki, az autó elméletileg német, úgyhogy ennek megfelelően próbáltam kiejteni a nevét, és ha lehet ilyet mondani, hogy közönség kedvence, akkor ez az autó az. Én nem tudom már, hogy hányan írtátok nekem, hogy ezt az autót próbáljam ki mindenféleképpen is, legyen róla videó, hogy ezt megszámolni nem tudom. Többen, mint hogyha bármelyik Lamborghini vagy bármelyik szuperautóról lenne szó. Úgyhogy lássuk, amúgy terveztem is, mert egy elég különleges autóról van szó. Szintén nagyon ritka kategóriájú. Nem is tudom, mikor szereztem meg, még valamikor valamelyik esemény listába így random odatta. És gondolkodtam rajta, hát tök jól néz ki, de mondom, hát nem tudom, hogy mikor csinálok róla videót, mert úgyse ismeri senki. De olyan szinten sokan írtatok ezzel az autóval kapcsolatban, hogy hát az állam leesett. Úgyhogy ki fogjuk próbálni, nagyon különleges a formája, nagyon vad formákat használtak az autó tervezésekor amúgy, amit itt láthattok. Csalok egy picit, az autóban alapvetően egy V12-es 6,3 literes motor van. Nem tudom, hogy tudunk-e motort cserélni. Hát gyerekek, ez a spoiler, meg az a kipufogó hátul, meg meglátjátok majd a féklámpát, tehát hogy ez a, nézzétek, ez az íves féklámpa, ez ami brutális amúgy. Picit hátré megyek, meg már átlátszó lesz az autó. Ez a háromágú kipufogó, hát ez ami brutálisan néz ki, de tényleg. Úgyhogy egy igazi vadállat. Itt vagyunk amúgy a Legós szigeten, szerintem ez nem probléma. Itt fogunk két verseny menni. Az utóbbi időben általában nagyon kedvelt körversenyt, illetve hát ilyen góliátszerűséget csak itt. Nem tudok bemenni a házba? Valami nem adta ki az ikont, hogy be tudok menni a házba, lényegtelen. Kíváncsi, az autó tuningjára még nem nyúltam hozzá. És lássuk akkor a szokásos sorrendben a dolgokat. Autós kiválóság, igen, ezt már megnéztem. Van rajta 2 wheelspin, egy 30 000 kredit és 5000 trükkbefolyás, illetve jó pár pontot ki lehet nyitni az autóról. Amúgy az autó azt hiszem legendás kategória, de ezt most mindjárt meg is nézzük. Nem akarok hülyeséget mondani. Igen, 1 millió 50 ezerre írja, nem lehet ilyen autót venni, tehát tényleg ritka. Aukciós házba se fogtok ilyet találni nagy valószínűséggel, úgyhogy ez csak speciális eseményekkor lehet megszerezni. Nézzük, motort lehet-e benne cserélni? Lehet. Igen. Hát ez elméletileg jobb. Ez egy 7.2-es V8-as. De lehet, hogy meghagynám benne az alapmotorját. Én ehhez nem nyúlnék hozzá, az utóbbi időben rászoktam arra, hogy alapmotorra használom az autókat. Tartsuk meg ezt a jó szokásunkat. Szerintem az Iker Turbo és az Öszkerék az nálunk ugye alapvető, főleg, hogyha egy ilyen szuper-szuper autóról beszélünk. Szerintem alapvetően ezen versenygumi van, rally abroncsot lehet rá tenni. Rally abroncs akkor lehet érdekes, hogyha esetleg ezt az autót valaki ilyen rangsorolt, vagy hát ilyen multis versenyekhez használjátok. Én akkor szoktam rally abroncsot használni, mert az emberek szeretik lögdösni egymást, és ott elég sokat megy az autó amúgy. Földes talajon mondjuk azt. Nagyon illik ez a felni az autóz, én ezt nem szeretném lecserélni, sőt nekem ez a színösszállítás is egyelőre nagyon tetszik. Nem tudom, hogy színügyileg mit fogunk kezdeni az autóval. Lehet, egy kicsit világosabb, ilyen lilás szín fog kapni, mert tényleg olyan, mint egy UFO ez az autó, és ez a sárga is tökre illik hozzá. Lehet, egy picit módosítunk a színen, de nem nagyon fogunk hozzányúlni. Hát igen, rally felfüggesztést lehet rátenni, ehhez sem fogunk hozzányúlni. 104 kiló jön az autóból, ez egész barátságos. Meglátjuk, alapvetően nem tudom mennyi a súlya, azt nem néztem meg. Reméljük, hogy az egész full karbon száll, és akkor elfújja a szél is körülbelül. Ugye megnézzük a súlyát, és lássuk is. Igen, 1,2 tonna, az annyira nem is vészes, és 1136 kW. Ez a kettő párosítás amúgy egész jó, mert gyorsulásban sem lehet olyan rossz ez az autó. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud. Belenézzünk a tuningba egy picit, aztán pedig dobunk rá valami skint. Az nem kifejezés, hogy ez nem rossz. Gyerekek, ez ugrik ez a kocsi. Úgyhogy itt a tapadásra rámegyünk, az biztos. Viszont rámegyünk egy kicsit 4.20. 4.18. Esetleg kicsit többet 4.20 újra. Kérjérte többet. 4.20. Ennyi lenne a max. Hát maradjon ez maradjon az alapérték. 420 km per óra. Ennyit tud maxon. Ugrik amúgy az autó. Tehát nem is tudom a gumival mennyit változtattunk rajta. Hát egy picit azért lentebb hoztuk azt a gyorsulást. Hát itt igazság szerint tizedekkel és századokkal játszunk. Jó, több mindenhez nem nyúlok hozzá, ez fontos. Mert mindenkinek jobb az úgy, azt hiszem. És belenézünk egy kicsit itt a festésbe. Na lássuk, hogy milyen, esetleg vannak-e más alapszínek. Van ilyen fekete, ez a lila, ez amúgy rohadt jól néz ki ezen az autón. Tényleg olyan ekte ufós.
Egy picit világosítunk rajta, ez rohadt jól néz ki ez az autó így simán lilába. Nekem nagyon tetszik, nem tudom ti, hogy vagytok vele, majd úgyis megírjátok. Mi lenne, hogyha arany fellit tennénk rá? Vagy ez túlzás? Esetleg? Ez magas fényű bronz, arany. Hát igazság szerint nem elég sötét, akkor már inkább a bronz az amúgy nem áll neki rosszul. Ez a magas fényű bronz, ez tök jó. Ami milyen volt? Ilyen sárgás volt alapvetően, nem? Ha legyen valami sárgás, ha valami rikítóbb különleges színek, mondjuk legyen ilyen... nem jó a sima szín. Nem kell ide különleges szín, tök felesleges. Ami normál szín, ami narancssárgásabb esetleg, nem? Hát... ez a sárga se rossz. Mindegy, tartsuk meg, nem tudom milyen szín ez pontosan, de tökre illik az autóz, úgyhogy ezt megtartjuk. Teszünk rá egy ablaksötétítést természetesen, illetve a szárnyat lehet színezni külön. Ó, lehet külön szárnyat színezni. Az legyen fekete. A szárny az legyen külön fekete, kicsit több fekete lesz így, ugye nyilván a gumi fekete, itt vannak benne ilyen fekete légterelő részek, meg itt az első, hát ilyen mondjuk azt, hogy légbeömlő. Itt az elején, vagy légrácsnál, ott meg itt is oldalt is ugye vannak ilyen feketés részek, így kicsit hátul is több lesz rajta a fekete. Azt nem tudom, hogy ez matt lenne? Ott középen, hogy esetleg, nem tudom, hogy ez mennyire matt szín, de hogy esetleg matt feketét tennénk rá, az lehet, hogy jobban illik. Hát, igazság szerint nem oszt, nem szoroz. Jó az így simában, nem kell túlgondolni a dolgokat, illetve a visszapillantó tükör, az is akkor legyen fekete, és akkor kicsit több féle szín van már az autón, akkor ez a fekete, lila, narancssárgás színkombináció tisztára, mint egy UFO, esküszöm. Reméljük, hogy nem fog nekünk itten elrepülni az autó. Úgyhogy így fogjuk kipróbálni. Nagyjából nem tértünk el az alapszintől, de hát mondjuk ez a világosabb lila nekem sokkal jobban tetszik. Úgyhogy jó lesz ez. Isten. Jó. Úgy gyerekek, 10 000 itt pörög amúgy az autó, hát egy V12-es, úgyhogy ez egy elvárható dolog tőle. Kanyarodásra leszek kíváncsi, hát igen, nem mondom, hogy rossz, ők 200-zal vettük be ezt a kanyart. Nem feltétlenül rossz, picit, mint a lomha lenne a kanyarokban. Ezt nem lehet kihagyni? Ezt nem lehetett kihagyni. Szép amúgy ez az autó. Nagyon szép, gyerekek. Mondjuk hát összetörve annyira nem, de hogy amúgy rohadt szép ez az autó. Nagyon tetszik. Na nézzünk először egy körversenyt vele. Egy körversenyt vele, és a legnagyobb poén, hogy az utóbbi időben nincs itt ugye ez a standard körverseny, úgyhogy én csináltam magamnak egy sajátot, mert tökre szeretem ezt a pályakört, viszont mivel nem kanyarodik annyira feltétlenül jól az autó, kíváncsi vagyok, hogy fog teljesíteni ezekben a kanyarokban, egyedi esemény, saját esemény, és akkor itt is van. Na kíváncsi leszek, hogy fog teljesíteni a kanyarokban, ugyanis a kanyar meg van döntve, tehát ez segítség nekünk, viszont ő nem kanyarodik tökéletesen. Úristen, ez az eleje, gyerekek, tiszta, mondom, mint egy UFO. Ez most szállt le közénk. Zöld emberkével kéne lennem, és akkor tökre összepasszolna a karakterem az autóval. Azt a kormányt figyeljétek! Meg kell néznünk belülről az autót, hát mi az a kormány? Nagyon-nagyon sportos, ott egy Audi TTS talán? Nem vagyok benne biztos. Na lássuk. Nagyon elpörgünk a rajtnál, még így is, hogy leengedtük a gumit. Nagyon-nagyon megy. Jajajajajajajajaj, oké. Jó, húz ez, nagyon mennek a többiek. Nagyon nyomják neki. Úristen, milyen hangja van amúgy. Jézusom! Lebontja a srác itt az egészet. Ujjjjj, mi is bontjuk egy picit, jó. Kicsit bontottunk le belőle. Mert az ötödik. És most mehet a hatodik. Nagyon jól megüli a kanyarokat amúgy. Az az igazság. Egy picit lassan érjük őket utol. Nagyon tökéletesre kell venni, hogy itt még helyezést is szerezzünk. Hát az a kontroller nagyon kéne, hogy itt finoman tudjak kanyarodni. De nagyon jól megy amúgy a Verda. És hozzuk be őket. Ez nagyon jó volt itt. Picit ráfékezek, jó, mert ez sokkal élesebb, mint az előző kanyar. Mert a negyedik, ötödik. Nagyon jó, gyorsan vált az autó. Nagyon jó a reakciója. Picit tiltottuk.
Jó, nem gáz. Nem gáz. Negyedikek leszünk. Reméljük, hogy a negyedik hely az megmarad. Jó, hát ez egy nagyon gyors verseny, ez egy nagyon intenz verseny, nagyon oda kell figyelni. Jó az autó, lehet, hogy egy kicsit mennem kéne vele előtte, mielőtt így egyből ilyen nagyon precíz versenyre viszem, de mindegy most, kipróbáltuk. Nagyon jól megült a kanyarokat amúgy, főleg a hosszabbik az prima, de amúgy a másikba is tök jó be lehetett vele ülni. Úgyhogy tök jó. Mertünk egy ilyen itteni góli átszerűséget. Kísértünk, ígértem, hogy megmutatom a belsei azt a rohadt. Ó, és ebbe is kamera van, oldalt kamera is van, és van visszapillantó tükör is, amúgy ezt tetszik, nagyon sok autóban ugye csinálják már azt, hogy oldalt nem visszapillantó tükör van, hanem kamera, és nekem tökre hiányzik amúgy a visszapillantó tükör, de így, hogy van kamera és visszapillantó tükör is, ezzel itt tökre ki lehet egyezni, az az index lenne? Féljétek, ott vannak a fényszórók, ott a duda, ja, hát ugye a duda az most ugye a szokásos ablaktörlő, tök fura, hogy itt vannak a gombok rajta, tök kár, hogy nem lehet lefelé nézni. Hát kicsit olyan semmilyen, de ugye nem pakolnak tele ilyen autókat nagyon túl sok mindennel, direkt azért, hogy gyorsan menjen. Tehát a fölösleget kiszedik belőle. Na jól néz ki, azt vigyétek. Van fordulatszámmérünk. A 9000. Na a 10000-ig pont nem tud felmenni. Nagyon menő, és ott van ugye a sebesség, a fokozat. Mi ez a 130? Ja, az a víz, az meg az olaj talán. Egy OL-t látok, az I betűt nem látom. A temperature, ezek hőfokok az biztos, csak nagyon piciben van, hogy én sem tudom nagyon kivenni. És itt van, hogy mennyi üzemanyagunk van. Lol. Királyság. Nem ez kell nekünk, hanem a góliát, egyel odébb. Nagyon egyben vannak itt a versenyek. De sose tudom, hogy melyik kell nekünk. Ez fog nekünk kelleni. Góliát, és hozzuk az Apollót. Az UFO-nkat. Na lássuk is a versenyünket. Bakker, minél hamarabb el kell váltani ezt a kettes gyerekek. Hiába az összkerék, ez az autó egyszerűen nagyon nagy teljesítményel bír, és elpörgeti még így is gond nélkül. Szavasz! És már az élen is vagyunk. Ujjajjaj, kicsit élesebb ez a kanyar, mint amire számítottam. Oké. Jó, mert a hatodik. Új, és itt a TVR mögöttem, te jó ég. Ha jól láttam, az volt legalábbis. Felvittük szerintem a dinónak a fejét. Valami nagyon itt tobzódik mögöttem, csak a térképen látva. Hop, hop, hop. Milyen durran vissza amúgy. Nagyon menő. Nagyon menő, Manau. Jó. Oké, elsők vagyunk, úgyhogy nem akarok elrepülni az egyik kanyarban sem. Bár ott a TVR is, ott a Pagani zonda is szerintem az volt. Szintén egy arany zonda, mint azt hiszem nekem is aranyszínű most a Pagani. Jó, mert az ötödik. Kicsit úgy érzem néha, hogy ez az autó hatodikban nem úgy húz, mint a többi X-es autó. Mert nyilván mondom, a többi X-es autóban általában már van egy hetedik fokozat is. És akkor ugye a hatodik fokozat még úgymond egy nagyobb húzó fokozat. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Ez a kanyar egy kicsit meglepett. Nem számítottam rá, hogy lesz benne ilyen éles kanyar. Jó. Szavaszor. Ujjajjaj. Ez a kicsit eléggé érdekes kanyarok. Még nem is tudom, talán egyszer csinálhattam meg ezt a versenyt. Nem igazán van a fejemben az útvonal, úgymond. Sokszor nem igazán tudom, hogy milyen kanyarokra kell számítani, nagyjából milyen sebességgel érdemes őket bevenni. Oké. Okay. Júj! Oké. Okay. Majdnem fennakadtam a hídon, azért volt az a nagy júj. Ott igyekeztem minél tovább húzatni negyedikben, mert csak egy dombból jöttünk felfelé. De ne már, hát hova mész? Ja jó, bele a... ki a... mezőre vagy be az erdőbe, tök mindegy. A lényeg, hogy lemaradt a srác. Vissza is dobta a játék, mert nem vette fel a checkpointot. Csodálkoztam, hogy a túróba tud megelőzni, de hát azért meg is oldódott. Ez mindegy is. Úristen, mindjárt vége a versenynek. A kedvenc kanyarom. És nem is emlékeztem, hogy ez benne maradt. Vagy hogy benne maradt, hát hogy benne van konkrétan. Gyerünk. Át, gyerekek! Hát ez... ez ami undorító ez a kocsi.
Ez nagyon jó. Nem megy gyorsan. Hozzáteszem, nem megy gyorsan. És a kanyarokban azért nem árt vele vigyázni, mert szeret kiugrálni néha, főleg, hogyha van rá lehetősége, picit úgy érkezik, vagy van ott egy kis csúszós valami, akkor azért megcsúszik. Télen nem ajánlom használni, illetve esőben sem lehet túl jó. Ilyen rohadt jól nézett ki ez a tévér, nem tudom ki. Ez a Verda, ez nagyon menő. Tehát azt meg is nézem gyorsan nektek, hogy biztosan nem mondjak hülyeséget, kocsik. Azt mondja, hogy autógyűjtemény, és akkor megnézzük azt, hogy itt az Apollo, itt van. Ez egy nehezen megszerezhető autó, megjelent jutalom, egy személyes, majd fesz, igen. Szóval, hogy itt lehet megszerezni a játék szerint, kipörgetni nem lehet az autót. Nyilván az aukciós házban se fogtok ilyet venni, mert nem lesz olyan ember, akinek megvan és eladja. És eddig egyszer lehetett összvisz megszerezni. Hát és az ilyen ritka autók nagy része nekem már megvan. A nagy része. Van még egy-kettő, ami nincs. Úgyhogy kacok! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a rész. Írjátok le a véleményeteket az autóról, esetleg, hogyha még van róla érdekes információtok, amit én nem mondtam el, akkor nyugodtan vésétek oda, és ezt szívesen elolvasom. A hátulja az, ami eszméletlen ennek az autónak, meg az oldala, meg az eleje, gyerekek. Tipikus ilyen hiperautó, de mégis olyan nagyon vad. Várjátok, úgyhogy megcsillanjon rajta a fény. Így, úgy. Oda néz, hogy csillog. Jaj, gyönyörű. Perfect! És kacok, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy like-ot, illetve, hogyha szeretétek és még nem tettétek, meg iratkozzatok fel. Most Starkoltam, találkozunk legközelebb, de is jók legyetek. Sziasztok!